A családi adókedvezmény megduplázása, az otthonteremtési támogatások emelt szinten tartása, a kisvállalkozások segítése, valamint a diákhitel mintájára egy szakmunkás hitel kidolgozása is szerepel a magyar békeköltségvetés tervezetében. Rogán Antal, a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter a Tihanyi Transit Fesztiválon azt mondta, hazánk azért is beszél a békéről, mert az jó Európának, jó a magyar gazdaságnak, a békeköltségvetés tervei pedig már az asztalfiókban vannak. Csak egy olyan gazdaságban lehet gondolkodni, ahol a cél a foglalkoztatottság maximalizálása. A magyar gazdaságpolitika egyik legfontosabb alappillére a foglalkoztatottság, és a kormány programjának megfelelően 2010 óta több mint 1 millió új munkahely jött létre. Erről beszélt Rogán Antal a Transit Fesztiválon. A foglalkoztatottságot stabilan tudjuk tartani. A miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter azt mondta, a hazai munkanélküliség most is az EU-s átlag alatt van, ugyanis a kormány a legnehezebb időszakokban, vagyis a háború, az energiaválság és a háborús infláció idején meg tudta őrizni a munkahelyeket. Ennek van a legnagyobb jelentősége szerintem, tehát azt kell, hogy mondjam, a magyar gazdaságnak ezek a fundamentumai stabilan állnak. Ez jelenti talán a legjobb esélyt a jövőre nézve. Csökkentették a munkáltatói adóterheket, ami a foglalkoztatottság és a bérek növekedését segítette, és jelentősen alacsonyabb lett a személyi jövedelemadó is. A miniszter kiemelte, a bérek minden szegmensben nőttek, a legnagyobb béremelkedés az alacsony keresetűeknél volt, illetve a minimálbér is jelentősen nőtt. Rogán Antal hangsúlyozta, a cél, hogy a következő 2 évben a garantált bérminimum és a minimálbér közeledjen egymáshoz. Aki gyereket nevel, az ne szegényedjen el. Az is cél, hogy a gyermeket nevelő családok jobban, vagy legalább úgy éljenek, mint akik nem vállalnak gyermeket, közölte Rogán Antal kiemelve. A családtámogatásra fordított összeg a 3,5-szeresére emelkedett 2010 óta, és az egyik legfontosabb feladat a gyerekek után járó adókedvezmény megőrzése és megemelése. Itt célul azt fogjuk kitűzni, hogy 2026-ra a gyerekek után járó adókedvezményt minden kategóriában, az 1 gyereket, a 2 gyereket, a 3, illetve több gyereket nevelő családoknál is megduplázzuk. Továbbra is a magyar fogyasztók fizetik a legalacsonyabb árat a villamos energiáért és a földgázért, tette hozzá Rogán Antal hangsúlyozva, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően 1,1 millióval csökkent 2015 óta a szegénységben élők száma. Az igazán nagy sikert az jelenteni, hogyha egyébként el tudnánk oda jutni, hogy béke van. A béke jó Európának és a magyar gazdaságnak is, mondta Rogán Antal. A miniszter közölte, már az asztalfiókban van a békeköltségvetés terve, ami tartalmazza a családi adókedvezmények megduplázását, az otthonteremtési támogatások megemelését, a kisvállalkozások erőteljes támogatását, a minimálbér emelését a garantált bérminimum szintjére, valamint a diákhitelhez hasonlóan egy szakmunkás hitel lehetőségét. Mindennek az előfeltétele azért egy szuverén gazdaságpolitika. Rogán Antal azt mondta, tartani kell a sikeres, szuverén gazdaságpolitikát, mert enélkül nincs stabilitás a magyar gazdaságban. Mint fogalmazott, az Európai Bizottság viszont a rezsicsökkentés eltörlését, a társasági adó és az ingatlan adó növelését, a két kulcsos adórendszer bevezetését, a 13. havi nyugdíj megszüntetését és a nyugdíjkorhatár emelését, vagyis megszorításokat követel. Ezek a szokásos liberális gazdaságfilozófiai követelések. És azt kell látni, hogy nincsen Magyarországon egy harmadik gazdaságfilozófia. Vagy az van, amit mi képviselünk egy szuverén gazdaságpolitikaként, vagy az van, amit a liberális közgazdászok képviselnek, akik alig várják már, hogy újra beleszólhassanak a magyar gazdaságpolitika alakulásába. Ha nem szuverén egy kormány, akkor végre fogja hajtani ezeket a brüsszeli javaslatokat, figyelmeztetett Rogán Antal. Rámutatott, aki Brüsszelben jó fiú, attól kérni is fogják, és el is várják majd a megszorítások teljesítését.